gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, akik a Vásárosnaményi Hétszínvirág óvoda új épületrészének átadási ünnepségén megjelentek. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Baracsi Endre urat, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnökét, Filip Sándor polgármester urat, dr. Szilágyi Péter urat, a Vásárosnaményi járási hivatal vezetőjét, dr. Deák Ferenc urat, Vásárosnaményi jegyzőjét. Továbbá köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a projektben dolgozó szakembereket, intézményvezetőket, a tagóvoda vezetőket, óvodai dolgozókat és minden kedves egybegyűltet. Ünnep ez a mai nap, a ritka és különleges alkalmak egyike. Ritka, mert nem minden nap lehetünk részesei egy ilyen eseménynek, és különleges, hiszen nagy örömöt jelent nem csak óvodásainknak, hanem az óvoda dolgozóinak, a szülőknek, a városlakóknak egyaránt. Óvodánk egy új épületrésszel kibővülve, tágas helyiségekkel, komfortos és esztétikus berendezési tárgyakkal, játékeszközökkel gazdagodhatott, Vásárosnaményváros önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően. Két csoportszoba, logopédiai, fejlesztő, nevelői szoba, tornaszoba, orvosi és elkülönítő helyiség, mosdók, öltözők kerültek kialakításra. Mindezek felszereltségükkel, igényes kialakításokkal járulnak hozzá a jövőben gyermekeink, kollégáim mindennapjaihoz. Egy műfüves pálya, valamint új udvari játékeszközök beszerzésére is sor került, melyek óvodásaink mozgáskultúrájának, mozgáskoordinációjának fejlődéséhez nagy mértékben hozzájárulnak. Óvodapedagógusaink erre nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen az egészséges életmódra nevelés egyik elengedhetetlen feltétele a rendszeres mozgás. Mindezek megvalósulásáért szeretném köszönetemet kifejezni polgármester úrnak, a kivitelező BYSZO Kft.-nek és mindenkinek, aki munkájával hozzájárult óvodánk játszóudvarunk megújulásához. Most pedig felkérem Filip Sándor polgármester urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget. Hát öröm szétnézni itt az udvaron, már csak azért is, mert legutóbb, amikor itt voltam, akkor esett az eső, és az óvónénik akkor is megoldották a helyzetet, szülőkkel, gyerekekkel, nagyszülőkkel együtt, de azért azt mindannyian elmondhatjuk, hogy a játékország óvodáiba mindig öröm eljönni, mindig öröm itt lenni, mert mindig történik valami. Olyan gondos óvónénik, dajkanénik szerepelnek és dolgoznak itt a hétköznapokon, ami záloga lehet a felnövekvő generációnak, a gyermekeinknek, az óvodásainknak arra, hogy olyan felnőtteké válnak, akik itt maradnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Vásárosnamény járásban, kistérségben, itt Vásárosnaményban. Mi azért dolgozunk, hogy ez így legyen. Engedjétek meg, hogy egy idézettel kezdjem köszöntőmet. A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi, ártatlan lelkében van valami égi. Egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés. Ígéret és gyönyörűség. Tanítóként hosszú-hosszú éveken keresztül itt lévő kolléganőimmel, Edittel, Évával átéltük ennek a gyönyörnek a mikéntjét és minőségét, mienségét, hiszen ha belegondolok abba, bár olyan fiatalnak érzem magam, de 93-tól folyamatosan első gyerekekkel foglalkoztunk. Aztán 2002-től egy kicsit más minőségben, de mégis volt egy közös jellemző ezeknek az éveknek, ugyanis mindig úgy kezdtük Évával, Editkével, hogy jöttek a kicsik, jöttek az óvodások, jöttek az óvónénik, ugye május végén, június elején eljöttek az iskolába, ismerkedtek, aztán mi eljöttünk, hogy a szülők felé is jót tegyünk, kik lesznek majd a tanítónénik. Én szerencsés helyzetben voltam, mert csak egy tanítóbácsi tudtak választani, elsőben csak én voltam, de attól függetlenül öröm volt ez az időszak, és nagyon szép időszak, mert ugye mindig elmondjuk, hogy a gyermek, a kisgyermek,
a jövőnk záloga. És akkor, amikor polgármesterként szembesültem azzal, hogy nincs bölcsődnék, akkor a kis tisztséggel, Nagy Timiékkel összefogva, a KFI vezetésével és a teljes apparátussal elkezdtünk azon dolgozni, hogy legyen egy bölcsődénk. De ennek áldozata is voltak, konkrétan ti óvónénik, dajkanéni, konyhásnénik és főként a gyermekek, hiszen amikor a Zoltán óvodát, az Alkotmány úti, a Mozi utcai óvodát ugye lebontottuk, akkor egy kicsikét összép kellett húzni a nadrágszíjat, hiszen 28-as, 32-es csoportokban kellett a napokat szépen úgy megoldani és megvalósítani és örömet szerezni a gyermekeinek, és közben fejleszteni, gyarapítani tudásukat, hogy ők észre se vegyék, hogy sokan vannak. Nyilván tudjuk azt, hogy ideálisabb egy 18-22 fős csoportban dolgozni, mint egy 28-32-esben, de vannak csodák. Itt pedig csodálatos óvónénik és dajkanénik vannak, akik ezt is megoldották, és türelmesen várták azt, hogy először is Naménynek legyen bölcsődéje, a kistésének legyen bölcsődéje, ez megvalósult. Most pedig az óvodát tudtuk bővíteni, és köszönöm a közbeszerzőnek, Lukovics Istvánnak, köszönöm Tibornak, Bálinnak, a BHÉPSZOL vezetőinek, hogy ilyen minőségben oldották és valósították meg ezt az épület szárnyat. Nagyon sokan azt mondták, hogy én azért nem akarom ezt átadni, mert jön a választás, várjunk októberig. Eszünk ágában sem volt ezzel várni. Egyfajta kényszer hozta azt, hogy csak most ebben a kellemes nyári időben tudjuk átadni, nem pedig egy novemberi hidegfagyos időszakban, de nem ezért történt. A használatba vétel engedélyre vártunk, az megszületett, megkaptuk a papírokat, hiszen tudjuk azt, hogy bármely éles elménél többet ér egy tompa ceruza, így aztán, mint a papírra vetnek. Az a valóság, azok a tények, úgyhogy amikor az óvodának is megvolt minden ilyen jellegű dokumentáció, akkor elkezdhettünk készülni arra, hogy ide érkezzünk a mai naphoz, és itt a nyár közepén átadjunk egy csodát, mert többször is jártunk itt nyilván, mert tudjuk azt, hogy régóta készen van már az épületszárny, és szétnéztünk, de ti belaktátok és berendeztétek. A gyermekeink pedig hamarosan élvezni fogják ennek az épületszárnynak a minden sarkát, szegletét, minden zugát, és öröm szétnézni az udvaron. Tudjátok, hogy Magyarországon egy sportág van, a foci, persze minden más sportágot is szeretnünk, pláne itt Vásáros Naményban, ebben a 40 éves kisvárosban, a Berek szívében, de itt minden elindulhat abban az irányban, hogy az óvisok is elkezdenek ismerkedni a labdával, de a kislányok is nagyon csodálatos eszközöket kapnak ide a játszótéri részbe, úgyhogy a belső részek pedig, amint Ildikó is szólt, hiszen az óvodavezetőként szerintem ez egy nagyon komoly lépés, hogy egy ilyen épületszárnyal gazdagodik a létesítmény, és ez mindenkinek egyfajta nagyon komoly felelősség is. Meg lesz az a szerepe ennek az épületszárnynak, hogy az életminőség, a gyermekeik nevelési lehetőségei tovább erősödjenek, tovább javuljanak, hiszen ahogy elmondtuk, két csoportszoba, logopédiai szoba, fejlesztő szobák, orvosi szoba, tornaszoba, kinti pálya és maga a kerek egész mind-mind azért van, hogy a gyermekeink, amikor befejezik az óvodát, ne is gondolkodjanak azon, hogy hova tovább, irány az ötvös, itt maradnak persze a városban, ahol megkapják a további lépéseket és a további képzéseket ahhoz, hogy elinduljanak egy úton a középiskola és lehetőség szerint az egyetem és a főiskola felé. És lám-lám, attól a csodától, hogy a gyermek, már el is jutottunk az egyetemig, hiszem azt, hogy Vásárosnaményban azok, akik itt ülnek most ezeken a széksorokon, a székeken itt előttem, mindent megtesznek azért, hogy minél több gyerek itt tudjon maradni, minél több gyerek szívében ott legyen az, hogy én Vásárosnaményi vagyok, én lokálpatrióta vagyok, és én itt szeretném leélni az életemet. Ehhez a városhoz szeretnék mindenképpen hozzátenni valamit, ha csak egy kicsit is, akkor is jó, hiszen tudjuk azt, hogy a sok kicsiből áll össze az egész, a nagy. Én köszönöm mindenkinek a munkáját, hogy ezen dolgozik, és engedjétek meg, hogy egy idézettel zárjam. Csináljon bármit, ami nyitogatja a szemét és eszét, szaporítja a tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, elevenesű és tevékeny ember váljék belőle. Legyen így. Köszönöm a figyelmet. Felkérem Baracsi Endre alelnök urat ünnepi köszöntőjének a megtartásának. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, hivatalvezető úr, óvodavezető asszony, kapitány úr, kedves óvodai dolgozók, kivitelezők és önkormányzati dolgozók, üdvözlök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és hát köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy ennek az óvodaépületnek az átadásán
a megyei közgyűlés nevében mondhatok pár köszöntő szót. Valóban ez nagyon nagy megtiszteltetés, és azt hiszem, hogy emlékezetes is lesz, mint minden vásárosnaményi projekt átadó, amiből hál' Istennek nagyon sok van. Tehát az ember, hogyha már így megpróbálja rendszerezni, akkor néha már el is veszti a fonalat, de azt hiszem, hogy ez így van jól, és ez mind jelzi azt, hogy az önkormányzat vezetése, illetve azok a dolgozók, azok az emberek, akik a településen élnek, bizony igyekeznek és tesznek is a saját közösségükért, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. És most itt vagyunk egy óvodában, ahonnan valóban szinte minden indul. Én is, hogyha visszaemlékszem a saját óvodás éveimre, akkor színek, illatok, fények, hangulatok, azok mind-mind megragadnak az emberben, és azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hiszen ez végig kíséri az embernek az életét, és hát gyerekként meg aztán pláne fogékonyak vagyunk az ilyen különböző benyomásokra, és azt hiszem, hogy pont az az időszak az, amíg óvodában vannak, amely talán az egyik legfontosabb egy ember életében is. Ezért különlegesen fontos az, hogyha egy település vezetése, az ott dolgozók odafigyelnek arra, hogy a gyerek olyan helyen tudja ezt az időt tölteni, amely egyrészt számára a biztonság mellett azért valóban a fejlődés lehetőségét is abszolút biztosítja, és valóban családias környezetben. És itt, hogyha körülnézünk, akkor pontosan ezt látjuk. Az odafigyelést, a családias környezet kialakítását, és valóban a jövőbe vetett bizalmat, amely azt hiszem, hogy minden település megmaradása szempontjából nagyon fontos, pláne itt a Berekben. Úgyhogy én ehhez a munkához mindenképpen szeretnék gratulálni. És hát éljük meg valóban ünnepként ezt a mai napot. Ahogy Márai Sándor is mondta, hogyha az ünnep elérkezik az ember életében, akkor az mindig egy rendhagyó pillanat. Az ünnep a különbözés, az ünnep a mély és varázsos rendhagyás, és hát valóban ez pontosan egy ilyen pillanat. Ez sokunk emlékezetében mindig egy ilyen mély és varázsos rendhagyásként fog megjelenni, és azt hiszem, hogy ez így van jól. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, és nagyon sok erőt, egészséget kívánok majd az elkövetkezendő nemzedékek felneveléséhez, és valóban ez a küldetés úgy gondolom, hogy egy olyan szent és magas röptű küldetést, amelyre mindenképpen büszkék lehetnek, és legyenek is büszkék. Én köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, Isten áldjon mindenkit. Tisztelt jelenlévők! A Boglárka csoport néhány gyermeke ebből az alkalomból egy kis műsorral készült. Kérem, fogadják őket szeretettel.
Szidott anyám érte, annak, aki megtalálja, csak oda ott érte. Pedig felkérem Baracsi Endre alelnök urat, Filip Sándor polgármester urat és a BYSZOL Kft. Ügyvezetőit az ünnepélyes szalagvágásra.
után tekintsük meg az épületet, valamint az erre az alkalomra rendezett baba kiállításunkat, amely a szülők, kolléganők, ismerősök segítségével valósulhatott meg. Meghívott vendégeinket kérem, hogy fáradjanak a tornaterembe, ahol álló fogadás várja önöket. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel.